Ma húsvét vasárnap van, a pápa 65 nyelven adta hírül Krisztus feltámadását, majd megáldotta Rómát és a világot. Ma van a romák világnapja, világszerte több ezer roma zarándokol a közeli folyóhoz vagy patakhoz, ahol énekszó és zene mellett koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátanak a vízre. Csak nem a felére csökkent a fiatalok száma Szerbiában az elmúlt 50 évben, még az idősek száma 2,5-szeresére nőtt. Egyre többen használnak gyógynövényeket a betegségek gyógyítására, de az ünnepi lakomák után is jól jönnek ezek a készítmények. Híradó a Pannon TV-ben, köszöntöm Önöket! Ma április 8-a, Dénes Walter és Juliet napja van. A Gergely naptár szerint ma van húsvét vasárnap, a föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb ünnepe. Húsvét vasárnap régen szokásban volt a határkerülés is. A templomi szertartás után a gazdák a határba vonultak, és a vetések között zászlókkal, énekszóval jártak körbe, hogy elősegítsék a bővebb termést, távol tartsák a kártevőket és a természeti csapásokat. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézus keresés is, ilyenkor az emberek sorban felkeresték a falubéli kereszteket. Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma. 65 nyelven, közöttük magyarul is hírül adta Krisztus feltámadását, majd Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és a világra 16. Benedek pápa a római Szentpéter téren. Az egyház fő délben mondta el olasz nyelvű húsvéti beszédét, ennek témája a béke volt. Ungerese, Krisztus feltámadott, alleluja! Így kívánt boldog húsvétot a magyar híveknek 16. Benedek pápa. A köszöntőt 65 nyelven ismételte meg. Először olaszul, utána a világnyelveken, majd Európával kezdve végig a kontinensek különböző nyelvein, közöttük arabul, héberül, kínaiul, szuahéli és cigány nyelven, valamint a csendes óceáni szigetek nyelvén, eszperantóul és végül latinul. Christus pis mea, alleluja! A feltámadott Krisztus ajándékozzon reményt a Közel-Keletnek, Szíriában legyen vége a vérontásnak. A húsvéti győzelem bátorítsa az iraki népet abban, hogy haladjon a stabilitás és fejlődés útján. A Szentföldön izraeliek és palesztinok indítsák újra a béke folyamatot, kérte az egyházfő. A Pascha feliz con Cristo resucitado. Nella rese, salig pasen. A húsvéti ünnepi szentmisét és az idén 85. életévét betöltő pápa áldását olaszok és külföldiek ezrei hallgatták. A húsvéti szentmisén a gazdagok és szegények viszonyáról beszélt Pénzes János megyés püspök a Szabadkai Szent Teréz székesegyházban. Mint mondta, nem a pénz jelenti az igazi boldogságot. A keresztény világ legnagyobb ünnepe a húsvét alkalmából a katolikus, református és evangélikus egyházvezetői tartottak ma ünnepi misét, istentiszteletet. A Szabadkai Szent Teréz székesegyházi zsúfolásig megtelt húsvétot ünneplő katolikusokkal. Pénzes János, szabadkai megyés püspök szentbeszédében elmondta, a Krisztus feltámadásába vetett hit a modern embernek is új perspektívát, új szemléletet kell, hogy adjon. Jézus feltámadása megvilágítja életünket, és világosság utasítást ad, hogyan éljük életünket. A sötétség és kárhozat prófétái állandóan kísértenek minket üres szavaikkal. Isten nélkül jövőt, hazugságot és üregséget ígérnek. Arra akarnak rávenni, hogy mondjunk le Istenről. A legnehezebb időkben, a próbatételek, a külső szegénység és nyomorúság idején lehet igazán közel kerülni Jézushoz és az egyházhoz, mondta el a Szabadkai Egyházmegye püspöke. Hozzátette, ezért nem a gazdagságból és fényűzésből kell meríteniük az embereknek. A gazdagok szíve az anyagiakhoz van láncolva. Magukat tartják legfontosabbnak,
és nem veszik észre a körülöttük lévő szegényeket. Úgy gondolják, hogy reményük és szerencséjük a gazdagság. Noha a feltámadás és az örök élet fényében az nem jelent semmit. Az igazi okos gondolkodás megosztja kenyerét az éhezővel és segít a rászorulókon. Jézus feltámadását a katolikus egyház 8 napon át ünnepli. Húsvét 8-a a húsvét vasárnappal kezdődik, és egy héttel később a fehér vasárnappal zárul. Húsvéttól kezdve egészen az 50 nappal későbbi pünkösdig a Jézus feltámadása feletti örömről szól az egyházi liturgia. Húsvét alkalmából a magyarországi katolikus, református és evangélikus egyház vezetői Esztergomban, Debrecenben, illetve Budapesten tartottak ma ünnepi misét, istentiszteletet. A görög katolikusok Hajdúdorogon tartották ünnepi szentmiséjüket. A húsvét a remény és az örök élet ígéretének a napja, mondta Erdő Péter az esztergomi bazilikában. A bíboros szerint hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a föltámadás valószínűtlen, nehezen elfogadható dolog. Pedig a világegyetem kutatása közben is azt tapasztalhatja az emberiség, hogy nem tudjuk, hol van vége a térnek és az időnek. Húsvét örömhíre minket is kötelez. Mi magunk testi szemünkkel nem láttuk a föltámadt Krisztus megjelenését. A halálból életre kelt szívünk által és az Istenben gyökeredző szeretetünk révén mégis igazán és valóban tanúi lehetünk annak, hogy Krisztus él. Bölcskei Gusztáv református püspök a debreceni nagy templomban azt hangsúlyozta, húsvétkor olyasmi történt, ami az emberek számára korábban elképzelhetetlen volt. Így az ünnep tanulsága, hogy nem az emberek irányítják a dolgokat. Isten mégiscsak jól rakta össze ezt a Jézus projektet. Szerintem ez a húsvéti evangélium. Így is lehet mondani. A húsvét pezsdítő, ébresztő ünnep, mondta Gáncs Péter evangélikus elnökpüspök Budapesten a deáktéri evangélikus templomban tartott prédikációjában. Hiszen Isten mindent felülírt azzal, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez nem egy csöndes éről szól, hanem az egész világ történelem legnagyobb robbanásáról, arról a csodáról, ami nagy szombatról húsvétra virradó éjszaka történt. Egy olyan fordulat, amire senki nem számított. Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök Hajdúdorogon arra figyelmeztetett, Jézus feltámadásának üzenetét csak az élheti meg, aki igazságos és irgalmas. Ma óriási viszálykodások vannak hazánkban, Európában, de ne nézzünk olyan nagyon messzire. Itt, szűkebb hazánkban, a városban, az egyházközségben. Mert nem fogjuk föl, hogy az igazságot csak a megbocsátás útján találhatom meg. A püspök a húsvéti liturgia végén megáldotta a fonott kosarakba rakott ételeket. A pravoszláv egyház ma ünnepli a virágvasárnapot, Jézus Jeruzsálembe való bevonulását. A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, amelynek hagyományára gazdag népszokásként épült. A Julianus naptár szerint ünneplők jövő pénteken emlékeznek Krisztus kereszt halálára, a feltámadást pedig egy hét múlva ünneplik. 2014-ben a katolikus és a pravoszláv hívek is ugyanazon a napon, április 20-án ünneplik meg Jézus feltámadását. Knézi Péter lesz a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei polgármester jelöltje. A VMS óbecsei szervezete a köztársasági listára 19, a tartományi listára pedig 5 jelöltet állított. A Péter Révei Riczemese a lista 5. helyén szerepel. Fehér László egyéni tartományi jelöltként indul a választásokon. Az önkormányzati választásokon a párt teljes listával 36 jelölttel indul. Óbecsén a párt a választási lista 4. helyén szerepel majd.
Április 20-án sorsolással döntik el a szerbiai elnökjelöltek sorszámát, a sorsolás nyilvános lesz, és a választási bizottság a jelöltek képviselőinek jelenlétében fogja lebonyolítani. A jelöltek listáját legkésőbb április 20-án éjfélig kell megerősíteni, és legkésőbb április 21-én éjfélig kell közzétenni a hivatalos labban. A jelöltséget igazoló dokumentumot eddig ketten adták át a köztársasági választási bizottságnál. Boris Tadića, a demokrata párt elnöke, és Ivica Dačića, a szerbiai szocialista párt vezetője. Boris Tadića, a demokrata párt elnökjelöltje is részt vett a húsvéti nagymisén a Topolyai Sarlós Boldogasszony katolikus templomban, az ünnepi szentmisén Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Sasa Vučinić Szabadka polgármester is jelen volt. Tadića húsvéti jótékonysági tojás kiállítást is megtekintette. Elkezdődött a kukorica vetése. Szerbiában az idén 1.400.000 hektáron ültetnek tengerit, ez a tavainál 10%-kal nagyobb. A gazdák szerint van elég üzemanyag, azonban néhány helyen késik a kedvezményes utalványok kiosztása. A vetés mintegy 30%-kal többe kerül az idén, egy hektáron 36.500 dinárba, leginkább a műtrágya drágult. A termelők aggódnak a szárazság miatt. Tavaly márciusban 31 liter esett négyzetméterenként, az idén 20 literrel kevesebb. Csaknem a felére csökkent a fiatalok száma Szerbiában az elmúlt 50 évben, míg az idősek száma 2,5-szeresére nőtt. Az 1,6 millió szerbiai nyugdíjas nincs könnyű helyzetben, de az Európai Unióban is elégedetlenek az idősek. A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint a szerbiai lakosság átlag életkora 41,1 év. Ezzel Szerbia az öt legidősebb lakossággal rendelkező európai ország közé tartozik. A hivatal adatai szerint Szerbiában a férfiak átlagosan 71,4 évig élnek, míg a nők valamivel több, mint 76 évig. A lakosság átlag életkora alacsonyabb, mint az Európai Unióban. Ott a férfiak körülbelül 75, a nők pedig 81,8 évig élnek. Az Unióban 120 millió nyugdíjas tartanak számon. Ez a szám folyamatosan nő. 50 év múlva egy nyugdíjasra egy aktív munkavállaló jut majd. Több európai ország felemelte a nyugdíjkorhatárt, valamint csökkentette a szociális juttatásokat és magát a nyugdíjat is. Ezek a reformok elégedetlenséget váltottak ki. Görögországban, Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában a legelégedetlenebbek az emberek. 2008 óta jelentősen kevesebb havi járandóságot kapnak az európai nyugdíjasok. Portugáliában például 4 éve 500, most pedig 397 euróból kell megélnie egy nyugdíjasnak. Németországban és Finnországban azonban a gazdasági válság ellenére havonta valamivel több pénz jut a nyugdíjasoknak, mint 4 éve. Egy átlagos német nyugdíjas 1176, egy finn pedig 1649 euróból él. Szerbiában az átlag nyugdíj körülbelül 23.000 dinárt, azaz kicsivel több mint 200 eurót tesz ki. Szerbiában minden hatodik felnőtt alkoholista, a középiskolásoknak pedig negyede fogyaszt rendszeresen alkoholt. A szerbiai lakosság több mint 40%-a napi szinten iszik, írja a Batut intézet. Egyre nő azoknak a fiataloknak a száma is, akik kórházban kötnek ki túlzott alkoholfogyasztás miatt, főleg a szegénység, munkanélküliség, valamint a lelki problémák miatt menekülnek sokan az iváshoz. A rendszeres és túlzásba vitt alkoholfogyasztás akár 15 évvel is megrövidítheti az életet, figyelmeztetnek a szakemberek. Ma van a romák világnapja. Világszerte több ezer roma zarándokol a közeli folyóhoz vagy patakhoz, ahol énekszó és zene mellett koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátanak a vízre. 1971. április 8-án ült össze az első roma világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzeti közéletben közösen lépnek fel. Döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről, elfogadták a zászlót, a himnuszt és az opre roma, vagyis felcigányok jelmondatot. Az esemény tiszteletére az ENSZ a roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át,
a cigányság pedig legfontosabb nemzeti ünnepként tartja számon. Szerbiában a legtöbb negatív előítélettel küzdő nemzeti közösség helyzete és életszínvonala tovább romlott az utóbbi években, mondta a Roma Nemzeti Tanács képviselője Vitomir Mihajlovics. A legnagyobb problémát továbbra is az iskolázatlanság jelentítette hozzá. A Szerbiában élő romák 13%-a fejezte be az általános iskolát, középiskolai végzettséggel mindössze 7%-uk rendelkezik. Egyes becslések szerint az itt élő romák mintegy 80%-a írástudatlan. Ez megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a felzárkóztatásukat. Mihajlovics szerint nem tudni pontosan hány roma él az országban. Hivatalos adatok szerint 180 és 450 ezer között lehet a szerbiai romák száma. A Nemzeti Tanács szerint 700 ezer fős az ország legszegényebb közössége. Mintegy három héttel ezelőtt nevezték jó becsén a Petőfi Sándor általános iskola új igazgatóját, Szűcs Budai Engelbertet, az igazgató új célkitűzéseket határozott meg pályázatában. Szűcs Budai Engelbert elsődleges célkitűzése, hogy piacképes tudással rendelkező diákokat képezzenek az iskolában, akik nem csak a versenyeken vesznek részt sikeresen, hanem tudásukat az életben is alkalmazni tudják. Az igazgató nem titkolt célja, hogy a következő 4 évben szeretne együttműködni a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A pályázatomban előtérbe helyeztem azt, hogy közösséget kell építeni. Ezt a közösséget arra is értem, hogy a tanárok, tanítók, a szülők és a diákok háromasát újra felállítani. Tehát bevezetni például a pszichológus szakszolgálatot, a pedagógiai tanácsadó szolgálatot, amelyek névlegesen működtek eddig is, de itt többen van a hangsúly, hogy névlegesen. Most viszont gyakorlattá szeretném tenni. Szeretnék felerősíteni az együttműködést a Milesevói, vagyis Kutaspusztai és a Drei kihelyezett tagozataikkal, valamint az Óbecsén működő 4 másik oktatási intézménnyel. Az utóbbi időben rohamosan csökken a diákok száma Szerbia szerte. Néhány évvel ezelőtt még 400 fölött volt az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákjainak száma. Ma már csak 367-en tanulnak az intézményben. Az iskola 2 magyar és 1 szerb osztállyal működik évfolyamonként. Ezért jelent problémát, hogy idén eddig csak 10 szerb és 25 magyar kisdiák iratkozott be első osztályba. Tankönyveket készít a határon túli és a szórványban élő magyar származású gyerekek számára a budapesti Balassi Intézet. Az úgynevezett Balassi füzetek első részében magyar művelődés történeti és történelmi ismeretekről olvashatnak a diákok. Az intézet tájékoztatója szerint a modulszerűen variálható füzeteket elsősorban a hétvégi és a délutáni magyar iskolákban lehet használni. Az első sorozatot azoknak szánják, akik otthon ugyan hallanak magyar szót, de iskolai tanulmányaikat nem anyanyelvükön folytatják. A 9 leckéből álló kiadványt 7-től 14 éves korig ajánlják. A 21. század ismét a gyógynövények évszázada. Egyre többen használják ugyanis az ilyen eredetű készítményeket a betegségek gyógyítására. Nagyanyáink természetgyógyászati praktikáit mind többen használjuk, hiszen ha lehetne, mind szeretnénk megkímélni magunkat a sok mesterséges méreganyagtól. Egykor a gyógyhatású növényekért nem a gyógynövény szaküzletbe jártak, mert nem is volt még akkoriban ilyen, hanem maguk termesztették, nevelték, szedték, szárították, aprították és főzték a természetes orvosságokat. A 87 éves óbecsei Kollár Matild néni még jól emlékszik, mit mivel gyógyítottak, ahogy mondta, az ő idejében. Cicka farka, az még a viszonyag gyulladásra ment. Volt a bodzatea, bodzavirágtea, azt még köhögésre nagyon használtuk, még volt az akácfa virág, az is még fázásra nagyon jó volt. A vörös hagyma köhögésre nagyon jó. Fűben fában orvosság, mondja a közmondás. Amikor a 19. században megindult a gyógyszergyártás, a gyógynövények háttérbe szorultak. Most újra a reneszánszukat élik. A kamillát azt összeszedem, amit még hársot szedek, én más nem szoktam venni. Nem még soha. Mentát. Podormentát. Másikat nem csak mentát ütettem. Hát igen, mentát. Nem szoktunk, mert kicsi a kertünk, és nem ültetünk. Rácz József gyógyfűvész szerint hiába reklámozzák az orvosságokat, a gyógynövények olcsóbbak, természetesebbek, illetve hatékonyabb megoldást kínálnak. Az emberek, én úgy gondolom, hogy miután élnek, mindig gyógyították magukat, mert betegségek mindig voltak.
A gyógynövényeknek sok fajtája van, tehát azt mondhassuk, hogy minden növény gyógynövény, azokat, amiket gyógyításra használunk, azokat is, amelyik a táplálékunkat szolgálják. A statisztikák szerint Szerbiában egyre többen szednek napról napra gyógyszereket. A háztartások egészségügyi és testápolási kiadásai havonta meghaladják a 9000 dinárt. Az aszték zsája maga az új szuperegészséges harapnivaló, írja a BBC, az étel egyelőre csak Amerikában hódít. A dél-amerikai mentaférék családjába tartozó növény gazdag omega-3 zsírsavban, fehérjeforrásban, ásványanyagban, és rengeteg fajta antioxidánst tartalmaz. A rajongók szerint a csodamag gyulladást csökkentő hatással bír, javítja a szívműködést és stabilizálja a vércukorszintet. A Spartakusz Zlatibor Voda hazai pályán 1-2-es vereséget szenvedett a listavezető Partizántól a labdarúgó Szuperliga 23. fordulójában. A szabadkaiak gyenge felállással kezdtek. Vladimir Torbica csapatkapitány sem léphetett pályára, mivel a Beograd FC elleni mérkőzésen piros lapot kapott. A második félidő 3. percében a vendégek megszerezték a vezetést Eduardo Pacheco brazil idegenlégiós csatárjuk góljával. A belgrádiak ezt követően újabb góllal folytatták a játékot. A mérkőzés 63. percében Zvonimir Vukić középpályás volt eredményes. 5 percet követően a kékfehér mezesek szépítettek Mian Milivojev csatár sikeres fejesével. A meccs az utolsó percekig kemény küzdelemben zajlott. A Spartakusznak 2 komolyabb helyzete is volt, azonban a Partizán kapusa sikeresen hárított. A labdarúgó mérkőzést a lelátókról mintegy 7500 néző követte. A sporteseményen fokozott rendőri készültség volt, információink szerint azonban komolyabb rendbontás nem történt. Az eredménytől függetlenül a Spartakusz célja, hogy kijusson az Európa Ligába. Teljes a nyári olimpia férfi vízilabda mezőnye, miután lezajlottak az Edmontoni selejtező negyed döntői. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a kanadai tornáról az 5-karikás játékokra kijutott Magyarország, Szerbia, Montenegró, Spanyolország, Görögország, Románia, Olaszország, Horvátország, az Egyesült Államok, Ausztrália, Kazasztán és az olimpia házigazdája Nagy-Britannia. Előzetes letartóztatásba helyezték a Kulcsi 4-es gyilkosság gyanúsítottját, írja az MTI. A férfi a meghallgatás során beismertetettét. Több emberen különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel gyanúsítják, amelyért 10-től 20 évig terjedő, illetve életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújthatják. A gyanúsított egy bozótvágó késsel ölte meg bátyját, nagyszüleit és édesapját. Egy 25 éves férfi meghalt, két társa súlyosan megsérült abban a tömegverekedésben, amely éjszaka tört ki Újvidéken. A rendőrség 3 gyanúsítottat előállított, a negyedik személy után nyomoznak. Nem hivatalos értesülések szerint a verekedés akkor tört ki, amikor a 3 újvidéki fiatal hazatérőben előbb verbális, majd tetlegességig fajuló nézeteltérésbe keveredett a gyanúsítottakkal. 2 nap alatt már a 4. öngyilkosságot követik el Belgrádban. A fővárosi rendőrség tájékoztatása szerint éjjel az 54 éves GG újbelgrádi lakos vetette magát a mélybe egy 9. emeleti lakásból. Alig több mint 24 óra leforgása alatt ő a 4., aki ilyen módon vetett véget életének. Droglaborra bukkant a rendőrség Bezdánban. A belügyi szervek akciója során 300 kg marihuanát foglaltak le. A lefoglalt kábítószer fekete piac értéke mintegy 1 millió euró. A rendőrség 2 személyt vett őrizetbe. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Ma húsvét vasárnap van, a pápa 65 nyelven adta hírul Krisztus feltámadását, majd megáldotta Rómát és a világot. Ma van a romák világnapja, világszerte több ezer roma zarándokol a közeli folyóhoz vagy patakhoz, ahol énekszó és zene mellett koszorúkat, virágokat, virágszirmokat és úszó mécseseket bocsátanak a vízre. Csaknem a felére csökkent a fiatalok száma Szerbiában az elmúlt 50 évben, míg az idősek száma 2,5-szeresére nőtt. Egyre többen használnak gyógynövényeket a betegségek gyógyítására, de az ünnepi lakomák után is jól jönnek ezek a készítmények.
Holnap a helyköz stábja Szabadka ügyeivel foglalkozik, a Sportlesben Mester Gyula olimpikonnal beszélgetünk, valamint beszámolunk János Elvira futó és tanítványai aténi sikereiről. A közelkép pedig a kispiaci locsolkodó szokásokat veszi górcső alá. Tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!